Most bevallom őszintén, így a gála után néhány perccel elég nehéz helyzetben vagyok, mert hogy a kicsit a megrendültség, meg a büszkeség is kavarog még bennem. De mert hogy a gálát úgy nyitottuk meg, hogy együtt énekeltük a magyar himnuszt, minden jelenlévővel együtt, és utána pedig bemutattuk azt a nagyon sok színűs és nagyon gazdag hagyomány kultúrát, amit ez az ország képvisel. Ebben, amelyet a görögök, a bolgárok, a szerbek, a szlovének, a románok, a németek, a lengyelek, a szlovákok, és hagyd ne soroljam, mind a 13 nemzetiség bemutatta azt a borzasztó nagy kincset, amivel tulajdonképpen ők rendelkeznek, és amivel ezt az ország gazdagságát, kulturális gazdagságát, sokszínűségét reprezentáljuk. És amit talán aktualitás is, és engedje meg, hogy arról is egy mondatot mondjak, hogy amikor látszuk, hogy Európában a különböző kormányok a problémákat másképp kezelik, vagy másképp próbálnak hozzányúlni, akkor itt egy teremben, egy ünnepnap keretén belül egymást tisztelettel, érdeklődéssel figyeljük, és egymásnak szurkolunk, és egymásnak tapsolunk. És ez borzasztóra fontos, hogy ez így történjen, mint ahogy a kulturális területen történik a hétköznapok keretén belül. Azt gondolom, hogy ez az egyik értelme ennek a munkának, ennek a tevékenységnek, amit a Nemzeti Művelődési Intézet végez. Csak belegondolva, megint így visszagondolva a például a cigány táncegyüttes vagy énekegyüttesnek a műsorára, hogyha ezt a nemzetiség, a cigányság ezt a kultúrát ismeri, és az a többség pedig azok az emberek, akik itt az egész nemzetet alkotják, legyen az bármelyik nációhoz tartozó, így tekint a cigányságra, akkor teljesen másképp látjuk őket. És ők maguk is, meg mi másokat muszáj tükröt tartani egyébként, de az embereknek muszáj tükröt tartani a mai valóságnak, lehetne ez szebb is, jobb is.